Köszöntöm nézőinket, Kerekasztal című műsorunkat látják. Én Bence Péter vagyok, a vendégem pedig Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. Üdvözlöm, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, itt lehetek, jó napot kívánok. Hát egy tárgyalás reggel belföldön, aztán kora délután külföldön, majd kora este egy újabb belföldi tárgyalásról szólnak a hírek. Hogy bírja ezt? Hát mondhatnám is azt is, hogy ez a munkám. Amikor az ember külügyminiszter, akkor tudnia kell azt, hogy külföldiekkel és sokszor külföldön kell dolgoznia, és ma már azért a külpolitika nem arról szól, mint régen, hogy akkor régen a külpolitika nagyon lassú műfaj volt. Tehát, hogyha volt egy üzenet egyik országból a másikba, akkor arról szóbeli jegyzéket írtak, azt elküldték egy futárral, az odaért. Szóval egy napokon keresztül tartott, még egyáltalán egy üzenet elért a feladótól a célig. Ma ugye már minden felgyorsult a modern technikának. Köszönhetően az országok is, azok vezetői is pillanatok alatt tudnak egymással üzeneteket váltani. Látjuk, hogy egy-egy közösségi média bejegyzés hogyan változtatja meg nemzetközi viszonyok tömkelegét. Tehát a külpolitika átalakult egy rendkívül gyors műfajjá. Egy, aki nem bírja a gyors változásokat, nem bírja a sebességet, nem bírja azt, hogy egyik nap itt, másik nap ott, annak azért nehéz dolgoznak, meg kell szenvedni ebben a szakmában. Az, hogy idehaza a klasszikus külügyi munka, illetve a külgazdasági munka egy minisztérium alá tartozik. Ez mennyiben tudja adott esetben egy nemzetközi tárgyalás sikerességét befolyásolni? Szerintem ez egy remek döntés volt, hogy a 2014-es választás után összevontuk ezt a két portfóliót, mármint a külpolitikát és a külgazdaságot, mert Magyarország egy kis ország, vagy mondhatom, hogy közepes méretű ország, egy rendkívül exportorientált gazdasággal. A magyar export per GDP mutató az olyan 85-86% körül van, ami világosan mutatja azt, hogy Magyarország gazdasági teljesítményt az export nagy mértékben meghatározza. Ugye a világon a 92. helyen állunk lakosságszám tekintetében, de a 34. legnagyobb export teljesítményt Magyarország állítja elő. Most már jó néhány esztendeje évente 100 milliárd euró fölött van a magyar export teljesítmény. Éppen ezért fontos, hogy a külpolitikai eszköztárral a külgazdasági tevékenységet segítsük. Már a külpolitika és külgazdaság összefort. A magyar diplomáciának a legfontosabb feladata az, hogy a magyar gazdasági törekvéseket külföldön támogassa, és a végső értékmérője a magyar külpolitikának az szerintem, hogy mennyi munkahely létrehozásához tudunk hozzájárulni Magyarországon. Természetesen emellett fontos, hogy a külpolitika úgymond politikai dimenziójában is sikeresek legyünk, és minél több országról mondhassuk el, hogy a barátunk, szövetségesünk, vagy éppen együttműködő partnerünk. Beszéljünk néhány szót a versenyképességnövelő programról. Ugye ennek kapcsán érkezett ide hozzánk Tolna megyébe, az adásunk előtt nem sokkal egy támogató jogiratot adott át. A nézőknek mondom, hogy ez az a program, aminek során a kormány olyan cégeket támogat, amelyek munkahely megtartó, illetve munkahely teremtő beruházásokat hajtanak végre. Nem tűnik egy kockázatmentes vállalásnak ez a koronavírus idején. Mégis a kezdő 50 milliárd forintos keretről 150 milliárd forintra emelte a kormány a támogatási keretet. Ekkora az igény a cégek részéről? Hát nézd, amikor ilyen válsághelyzet van, akkor mindig elindul az a vita, hogy mit tegyen az állam, vagy mit kell tennie az államnak. És addig mindenki egyetért, hogy az állam adjon pénzt a gazdaságnak. A vita akkor kezdődik, amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy jó, de kinek, hogyan és mennyit. És szerintem érdemes ilyenkor távol maradni az ideológiai típusú vitáktól, és a kérdést racionálisan megfogalmazni. A kérdés az úgy szól, hogy mitől lesz a magyar gazdaság sikeres ilyen rendkívül nehéz körülmények közepette. És a válasz egyértelmű, a magyar gazdaság a magyar emberek munkájától lesz sikeres. Most az, hogy a magyar emberek dolgozhassanak, az munkahelyre van szükség. Munkahely nem úgy önmagából lesz, hanem munkahelyet létre kell hozni. Ehhez pedig beruházások kellenek, a beruházásokat meg vállalatok hajtják végre. De ezért döntöttünk úgy, hogy 2010 után 2020-ban is a magyar emberek munkájára alapozva akarjuk sikeressé tenni a magyar gazdaságot. Ezért írtunk ki pályázatot azoknak a cégeknek, akik vállalják, hogy megtartják a meglévő munkavállalói létszámukat, ezt pedig beruházással tudják megtenni, és 806 vállalat, 806 magyar vállalat, magyarországi vállalat kötelezte el magát beruházások mellett 377 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány összesen 169 milliárd forintnyi támogatást biztosít, és ezzel 143.618 munkahelyet meg lehet védeni. A Tolna megyeiek is kifejezetten jól vizsgáztak, hiszen a Tolna megyében az elkövetkezendő hónapokban 11 vállalat fog végrehajtani komoly beruházásokat.
ezek a beruházások összességében 5,3 milliárd forintnyi értéket fognak képviselni. Ezáltal megvédenek 1400 munkahelyet itt a megyében, és ez a kormány 2,6 milliárd forintos támogatást fog biztosítani. Egyre több itt nálunk a régióban, egyre több olyan mikrovállalkozást látunk, amelyek magas hozzáadott értékkel állítanak elő termékeket, főleg az élelmiszeriparban. Látjuk, hogy ezek a termékek a belső piacon remekül megállják a helyüket. Ugyanakkor ezek a cég tulajdonosok talán nincsenek azoknak a kompetenciáknak a tulajdonában, amivel a külföldi piacokat meg tudnák oldítani. Tud-e az ilyen cégeknek a kormány segítséget nyújtani? Igen, pontosan az ilyen cégek megsegítése érdekében írtuk ki, illetve indítottuk el a Nemzeti Exportvédelmi Programunkat, amely program arról szól, hogy 25 milliárd forintot biztosítunk azon vállalatok számára, akik vagy új exportpiacokat szeretnének megszerezni, vagy meg akarják tartani az eddigieket. És a 25 milliárd forintból 2 milliárdot kifejezetten a kisvállalatok megsegítésére szánunk. Arra, hogy ezeknek a kisvállalatoknak az úgymond export képességét fel tudjuk építeni. Ahogy ön is mondja, nincsenek azoknak a kapacitásoknak, adott esetben annak a tudásnak a birtokában, amely szükséges ahhoz, hogy valaki a külső piacokon sikeres legyen. Ehhez állami támogatásra van szükség. Itt most lesz 2 milliárd forint, amit kifejezetten azért úgy fogunk odaadni a kis és közepes vállalkozásoknak, hogy el tudjanak menni vásárokra, kiállításokra, bemutatni a portékáikat, tudjanak maguknak potenciális vevőket keresni, azokkal tudjanak tárgyalni, el tudják készíteni a prezentációkat, és így tovább, és így tovább. De emellett van egy másik fontos szempont is. Ugye ezek a vállalkozások úgy is ki tudnak lépni a nemzetközi piacokra, hogy azt nagy Magyarországon működő multikon keresztül teszik. Tehát mondjuk például ma reggel a Lidl-nek az új nagy raktárbázisának a létrehozását jelentettük be. Például a Lidl-n keresztül a magyar termékek százai jutnak el a nemzetközi piacokra. Például azt talán kevesen tudják, hogy a palackozott bor tekintetében magyar export 30%-a a Lidl-n keresztül valósul meg a környező országok piacára. Tehát ezért, amikor nagy nemzetközi vállalatok magyarországi beruházásairól, azoknak a támogatásáról tárgyalunk, akkor mindig szerepel a tárgyaláson az, hogy az elkövetkezendő időszakban ezek a cégek velünk közösen azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy a magyar beszállítói hányadot növelni tudják. Mert így tudjuk segíteni a magyar kis és közepes vállalkozókat, hogy a beszállítói láncokba bekerülve a nemzetközi piacokra eljussanak a termékeik, illetve a szolgáltatásaik. Ezt látjuk, hogy egyrészt munkaerő hiány, másrészt munkaerő többlet is van. Mit gondol, a belső úthálózat fejlesztésével lehetne ezen a feszültségen oldani? Nézd, a belső mobilitásnak nagy szerepe van, tehát azt látni kell, hogy az elmúlt 10 esztendőben úgy alakultak a számok, hogy 12% fölött volt a munkanélküliség 2010-ben, most a válság előtt 3,4% körül volt, aztán nyilvánvalóan megnőtt, de június 16-a óta újra folyamatosan csökken az álláskeresők száma. Mindez azt mutatja, hogy bejött az a gazdaságpolitika, amely a munkahelyek megvédésére, megtartására és újak létrehozására fókuszál. Természetesen az infrastruktúrális fejlesztések fontos szempontot töltenek be, vagy fontos szerepet játszanak, hiszen az infrastruktúra fejlesztéssel az úgynevezett belső mobilitást lehet növelni, tehát könnyebb eljutni akár fizikailag vagy földrajzilag távolabb lévő munkahelyekre is, és az adott vállalatok munkaerőmerítési területe is megnő. Itt nálunk a régióban nagyon sokan vannak a székelyek, svábok, és sokan vannak, akik horvát felmenőkkel rendelkeznek. Azt látjuk, hogy a székely és a sváb közösség nagyon jó nemzetközi kapcsolatokat tudott a gazdasági területen kiépíteni. Sokak szerint ugyanakkor a magyar-horvát gazdasági kapcsolatok területén lenne még hova fejlődnünk. Van erre kormányzati terv? Minden tekintetben van hova fejlődni természetesen, tehát soha nem elégszünk meg semmilyen eredménnyel. Horvátország és Magyarország közötti gazdasági kereskedelmi kapcsolatok elég szövevényesek, mármint a bonyolultságukat és az intenzitásukat illetően is. A magyar működő tőkének az első számú beruházási célpontja egyébként Horvátország. Nagy magyar vállalatok vannak jelen nagyon hangsúlyosan a horvát piacon, például a MOL, amelynek ugye a jelenléte azért nem mentes a konfliktusoktól, de ugye számos magyar vállalatnak van tulajdona, leányvállalata, beruházása Horvátországban. Ugye fontos az, hogy a Drávaszögben elindítottunk egy gazdaságfejlesztési programot az ottani magyar vállalkozóknak, a termelőknek
vállalkozóknak, termelőknek és gazdálkodóknak a pályázatait támogatjuk, és természetesen készek vagyunk arra, hogy hogyan ezt a térséget is kifejezetten ilyen szemszögből vizsgáljuk meg. Tehát Magyarország és Horvátország közötti együttműködés számunkra a kulcs kérdés energetikában, gazdaságban, kereskedelemben, úgyhogy szívesen szánunk erre forrásokat is, illetve szívesen hajtunk végre erre vonatkozó javítási vagy fejlesztési stratégiát. Nálunk itt a Dél-Dunántúlon igazán érzékeny téma a migráció. Naponta szerepel a hírekben, hogy elfogtak egy embercsempészt, vagy éppen migránsokat. Azt látjuk, hogy a migránsok anyaországaiban terjed a koronavírus. Lehet arra számítani, hogy többen akarnak majd Európába jönni, Magyarországon kívül? Vagy Magyarországon keresztül? Szerintem egyértelmű, hogy a koronavírus újabb migrációs hullámokat fog megindítani, hiszen a vírus ott fejti ki leginkább a súlyos hatását, ahol amúgy is már korábban nehézségekkel kellett szembenézni. Tehát akár azokban az országban, ahol rossz volt a gazdasági helyzet, ahol a higiéniás körülmények elmaradottabbak, vagy ahol az egészségügyi ellátórendszernek a kapacitásai nem elégségesek. Ezekben az országokban most újabb migráns hullámok fognak megindulni, ezért az Európai Uniónak meg kell többszöröznie a külső határok védelmét, és meg kell szüntetni minden olyan külső okot, amely újabb migrációs hullámok elindulásához vezethet. Ezek közül néhányat már itt a hét elején a külügyminiszterek tanácsán meg is tárgyaltunk benne a közel-keleti helyzetet, Törökország vagy éppen Líbia helyzetét. Szerintem azt az elvet kell követni, amelyet mi követünk 2015 óta, segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell odahozni, ahol nincsen baj. Ráadásul a nyugati és észak-európai barátainknak az az érvelése, mely szerint azért van szükség a migrációs útvonalak úgymond legalizálására, mert hogy a munkaerőpiacaikon szükség van a frissítésre és a plusz munkaerőre, az teljes mértékben, hogy is mondjam, észszerűtlen érvelésé vált, hiszen európai emberek milliói, sőt tízmilliói veszítették el a munkájukat, tehát nekünk, európai politikai vezetőknek az a kötelességünk, hogy ezeknek az európai embereknek segítsünk, és ne újabb migrációs hullámok Európa felé történő megindítását inspiráljuk. Miniszter úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm. A nézőinek pedig azt köszönöm, hogy minket néztek, viszontlátásra.